Természet szervezők, kedves jelenlévők, nagyon köszönöm először is a meghívást, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy egy ilyen nyíltan antinukleáris rendezvényen szerepelhessek. Bevallom őszintén, kizárólag azért vállaltam ezt el, mert ennyire nyíltan mertétek vállalni azt, hogy ez egy antinukleáris konferencia. Picit más dolgokról szeretnék beszélni, de mielőtt erre rátérnék, az előző felvetett egy kérdés, hadd válaszoljak rá, csak azért, hogy ne maradjunk tudatlanok, azért csökken az éves befizetés összeg, mert 20 éves üzemidő hosszabbítással számolnak, akik kiszámolják azt, hogy mekkora összeget kell befizetni. Megnézték, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás miatt mennyivel nő meg a hulladék mennyisége, ennek milyen költsége van, és akkor viszont 20 évvel hosszabb idő alatt kell befizetni ezt az összeget. A picit megnövekedett összeget, mondjuk azt, hogy körülbelül kétszer akkor idő alatt kell befizetni, tehát nem annyira bonyolultak ezek a dolgok. Ha az ember egy picit utána olvas és utána gondol, akkor ezek azért menni fognak. Pont ilyen témákról szeretnék én beszélni, hogy jobb félni, mint megérteni a dolgokat. Miért van az, hogy tévhitekben élünk, és különösen miért van az, hogy ekkora szakadék van két oldal között? Én mindig azt próbálom mondani, hogy én a középen vagyok. Nyilván ez azt jelenti, hogy én vagyok a szakadék alján, de hát ez már csak így van. Próbálok onnan alulról fölfelé kiabálni, hát hogyha valaki meghallja a hangomat. Három dologról szeretnék beszélni, először tényekről, aztán tévhitekről, és végül a civilek szerepéről. Ezt kivételesen nagyon előre gondolkodtam, és tegnap, amikor jöttem le Pécsre, mert tegnap délután lejöttem, akkor kész volt az előadásom. Aztán leértem, és megnéztem, hogy milyen hírek, meg események voltak a tegnapi nap során, és akkor gyorsan átírtam az előadásomat, tartott az éjszaka közepéig. Úgyhogy a középső tévhitek részt ezt nagyon lerövítettem. Bocsánat, nagyon szívesen beszélek mindenkinek tévhitekről egyébként, de hát valamiért úgy látszik, hogy meg kellett növelni. Van három kiinduló pontom, ezek azok, amikről én nem nagyon szeretnék vitatkozni, mert azt gondolom, hogy ezek azok a tények, amiket fogadjunk el. Ha nem fogadjuk el, akkor nagy baj lesz, de hát akkor azokat újra kell gondolni. Én azért abba bízom, hogy ezeket el tudjuk fogadni. Elhangzott ma délelőtt, hogy vannak olyanok, akik szeretik az atomenergiát, meg az atomerőművet. Hát szerintem ez a perverziónak egy minősített esete, aki képes egy atomerőművet szeretni. Nem tudom, hogy kit mi visz rá. Biztos vannak olyanok, nekem egyébként pont tegnap mesélte valaki, hogy szereti a hűtőtornyokat, mert azok milyen szépek. Bevallom, én ezzel a kérdéssel nem tudok mit kezdeni, biztos van. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy atomenergiára szükség van, de nem biztos, hogy optimális módon használjuk most ki. Az a gond, hogy egyelőre nincsenek meg ennél lényegesen jobb megoldások. Zárójel, dolgozunk rajta, úgy hívják, hogy negyedik generációs atomerőművek. Csak ha valakit előjön a fúziós példával, ami állítólag 30 év múlva lesz alkalmas villamos energiatermelésre, ami most már lassan egy természettudományos állandó, ugyanezt mondták a 70-es években, most már azóta ez ilyen 35-40 évre tolódott. Dolgozunk, megnyugtatok mindenkit, hogy amekkora lehetőségünk és energiánk és pénzünk van rá, a magyar nukleáris szakma dolgozik és részt vesz a negyedik generációs atomerőművek fejlesztésében. Hát nem mi fogjuk azért megváltani a világot, ezt is hozzáteszem. Azt hiszem, hogy azon sem nagyon érdemes vitatkozni, hogy villamos energiára szükségünk van, és azon sem, hogy a társadalom gondolkodik valahogy, és elsősorban azt szeretné, hogy ki tudja fizetni a villanyszámlát meg a gázszámlát a hónap végén. Utána azt is szeretné, hogy mindig legyen, és amikor éppen meccset néz, akkor ne pont a 11-eseknél menjen el az áram, és legyen több órás áramszünet. Jó, hát legyen biztonságos, mert a környezetet se terhelje, de én azt gondolom, hogy körülbelül ez az a sorrend, ami a társadalom részéről megfogalmazható. Én azért ezt eléggé másképp sorolnám fel ezeket a szempontokat. Lényegben ugyanazok a szempontok vannak itt, de meggyőződésem, hogy a biztonságnál nincs fontosabb. Legyen fenntartható, az ellátás biztonság ezt követően jön, és nagyon fontos. Az, hogy gazdaságos, az én szempontrendszeremben hát eléggé hátra szorult. Hallottuk már mai nap során, hogy más is tud így gondolkodni. Azt hittem, hogy én nagyon valami extra dolgot fogok itt mondani, hát nem, de ez attól még nem egy nagy baj. Következő fontos tétel, hogy radioaktív anyagokra, izotópokra, nukleáris technikára, technológiára szükségünk van, és ebből több dolog következik. Egyrészt az, hogy biztos, hogy fognak keletkezni radioaktív hulladékok, ilyen vagy olyan vagy amolyan mennyiségben, azokról gondoskodni kell, tehát nukleáris pénzügyi alapról vagy a hulladékok elhelyezésének költségeiről gondoskodni kell. Az is egészen biztos, hogy szakértelemre szükség van, és ezért kell oktatás, kell továbbképzés.
az is biztos, ez nincs itt, mert nem mertem leírni, hogy azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol legrosszabbul állunk az összes dolgot leszámítva, és ezt az alkalmat is megragadom, hogy erre felhívjam a figyelmet, hogy ebből nagyon komoly baj lesz. Itt ezt nem igaz, hogy nem látják nagyon sokan, és nem látják azt, hogy Németországban mi van. Ezzel a kérdéssel előbb-utóbb foglalkozni kell, és nekem az a személyes véleményem, hogy késő lesz. Ezen kívül szükség van olyan egyéb nukleáris létesítményekre, amik például jód izotóp gyártására alkalmasak, azért, mert az ember az egészségét szereti karban tartani. Ha ez mégsem sikerült, akkor esetleg jódterápiát alkalmazna áll az orvos. Nagyon kellemetlen, hogy éppen azért nem lehet, mert nincs jód, ami rendelkezésre álljon. Magyarország egyébként ebből a szempontból világszínvonalú volt néhány évtizeddel ezelőtt. Magyarország most is majdnem ugyanazon a színvonalon van, hát a világ meg képes volt 30 év alatt fejlődni. Nincs Magyarország most már annyira jó helyzetben. Most jutottam el a középső részhez, hogy milyen tévhitek vannak, de ezt tényleg próbáltam így nagyon röviden összefoglalni. Az volt a terv, hogy összesen egy darab számadatot mondok, hogy 2,4 milliszívert per év az átlagos dózis terhelés, amit személyesen itt Magyarországon például mindenki elszenved. Ennek elég nagy része a kálium 40-es izotóbból származik, ami bennünk van. Azzal kell, hogy kecsegtessem a társaságot, hogy bennem minden másodpercben 9000 darab radioaktív bomlás történik, és ezzel én igenis sugárterhelést jelentek a teremben ülő többiek számára. Zárójel, minden a teremben ülő, körülbelül velem egy súlyú személy pont ugyanekkor a dózis terhelést jelent a többiekre. Nekem ugye itt a távolságvédelem miatt, hogy most éppen ide kijöttem, azért sokkal kisebb a hatásom, mint önöknek, akik ott ülnek egymáshoz közel. Azért nem árt, hogyha ezt nem felejtjük el. És még egy dolog van itt, ezt szándékosan egy régi ábrából vettem, és ráadásul most már nem is nagyon látszik. Ott a jobb oldali utolsó oszlop alatt az van, hogy NSK, ezt talán még tudják, hogy mit jelent. Tehát ez annyira régi, amikor még Németországot legalábbis az egyik felét úgy hívták, hogy NSK, és az ábrán az látszik, hogy a különböző erőművek és erőmű típusok itt Magyarországon és egy konkrét felmérés kapcsán mekkora radioaktív kibocsátást jelentenek a környezetre. A jobbról a második oszlop az Paks, a többi az pedig döntően szénerőmű. Magyarországi szénerőmű, 70-es, 80-as évek, tényadat, mérési adatok. Azért nem frissebb, mert egyrészt nem láttam frissebbet, másrészt pedig nem akarok itt jogi vitába keveredni bármelyik jelenlegi erőművel. Az előadásnak itt már vége felé kéne, hogy tartsak, és akkor jönne az ennedik tévhit, hogy az atomenergia az kiváltható megújulókkal. Ez lehet, hogy papíron így van, lehet, hogy lehet rajzolgatni olyan görbéket, lehet, hogy össze lehet keverni megawattokat és kilovattórákat, de az azért biztos, hogy a kihasználtság az függ a vízerőművek esetében a vízhozamtól, a nap erőművek esetében a napsütéstől, szélerőművek esetében pedig a széltől, hogy fúj-e. Hát amennyire én vissza tudok emlékezni, bevallom, én nem tudom, mikor esett utoljára eső, nem tudom, mikor fújt utoljára szél, és azt is azért észrevettem, amikor a rakparton Budapesten közlekedek, hogy nagyon alacsony a Duna. Azt is tudom, hogy évek óta nem volt ennyire alacsony, annyira, hogy Pakson külön intézkedést kellett bevezetni, noha Paks az ugye nem vízerőmű, de tudják kezelni ezt a kérdést. Tehát azért adódik az a kérdésben, nem bevallom, hogy most akkor itt az elmúlt másfél-két hónapban akármennyi pénzünk is lett volna, és megépítettük volna, és a fotovoltaikus ára akármennyire lement volna, most mit csinálnánk? Jó, lehetne tárolni. Például nem túl bonyolult számítással ki lehet számolni azt, hogy ha van egy Balatonunk, meg van egy 500 méter magas medencénk, vagy 500 méter magasan lévő medencénk, akkor föl lehetne pumpálni a Balatont, és ez 25 napra elegendő energiatárolására megfelelő lenne. Hát most már több mint 25 napja se szél, se eső, se nap. Hát mindegy, lehet még egy Balatont és még egy 500 méteres hegyet, de azért ezeken nem árt elgondolkodni, és nem csak a számokat nézni. Hát láttuk, hogy a dánok exportálnak, tudjuk azt, hogy Ausztriában is mennyire jó a helyzet, és nem értjük, hogy tényleg csak mi vagyunk ennyire, másképp mondom, tényleg csak nálunk ennyire erős ez akármilyen lobby, hogy nem hagyja a megújulókat szerephez jutni. Hát ide tettem néhány adatot Magyarországról és Ausztriáról.
meg két képet, hogyha valaki nem szeretné végigolvasni az összes számadatot. Hát ugye Magyarország döntően sík vidék, ennek minden előnyével és hátrányával. Ausztriában viszont vannak magas hegységek, vannak gleccserek, vannak nagy esésű folyók, és ráadásul sokkal több a csapadék átlagosan, amennyi ott esik, tehát meg tudják azt tenni, hogy vízenergiát használnak. Az pedig egy félreértés, hogy a szélerőművek, amik Bécs felé haladva forognak vagy nem forognak, azok miatt akkora a megújuló energiaforrások aránya Ausztriában. Nem, az néhány százalék. És ezeket nem árt tudni. Tehát tényleg jobb félni ezektől a kérdésektől, mint megérteni és elgondolkodni? Miért van az, hogy így látjuk a dolgokat? Anélkül, hogy nagyon belemennék ebbe, nem tudom elkerülni azt, hogy picit a kockázatról és a félelemről beszéljek. Miért van az, hogy attól, hogy van egy nagy közlekedésű baleset, senki nem fogja azt követelni, hogy zárják le az autópályákat, tiltsák meg a személyszállítást? A repülőgépek esetében miért félünk sokkal inkább a repüléstől, mint a személyautóval történő közlekedéstől? Majdnem két nagyságrenddel nagyobb a kockázata az autóval történő közlekedésnek adott kilométerre vetítve, mint a repülésnek. Ezek tények, ha megkérdezzük az embereket, akkor pedig más mondanak, ennek oka van, és erről igen komoly tanulmányok vannak. Tényleg nem szeretnék én ebbe nagyon komolyan belemenni. Ezek tények. Kérdés az, hogy milyen többletkockázatot vagyunk hajlandóak vállalni, és hogyha megnézzük azt, hogy adott, megtermelt villamosenergia mennyiségre a különböző energiatermelési módok, azok mekkora halálozáshoz vezetnek, ami hangsúlyozom egy nagyon kiragadott példa, és lehetne ehhez hasonló, vagy ettől eltérő ábrákat megbetegedésre, kockázatra, egyebekre rakni. Tehát én nem azt szeretném bizonyítani, hogy ebből az ábrából az látszik, hogy tudjuk itt a természettudományos törvényeket, és minden rendben van, de azért elgondolkodtató, amikor ezt látjuk, hogy például egy olajjal fűtött, vagy egy szén tüzelésű, vagy egy ligniten alapuló villamos energiatermelési mód, az nagyságrendekkel több halálos áldozatot szed. Hát gondoljunk a Kínában szinte hetente bekövetkező szénbányász balesetekre, gondoljunk a nagy olajtankereknek a baleseteire. Visszamegyek. Ez nem azt jelenti, hogy a nukleáris ipar megnyugodhat. Ott, noha alig látszik, de ott is van egy pici oszlop, és azon dolgozunk, hogy ez tovább csökkenjen. Mert ha baj van, akkor egy esetből, ha egynél nagyobb szám jön ki, akkor az már komoly baj. Mi lehet a megoldás? Ez is többször elhangzott itt a mai nap során. Azt gondolom, és talán ebben egyetértés is van, szinte minden pontjában. A felsorolt négyből azt hiszem, hogy háromon egyetértés van, hát a negyedik miatt vagyok én itt. Tehát csak a megújuló energiaforrások, az atomenergia, az energiahatékonyság és a fosszilis energiahordozók együttes kihasználása az, ami megoldást nyújthat. Lehet grafikonokat gyártani, de nem gondolom, hogy bármilyen egyéb módszer az célra vezető lehet. Az előadás vége felé arról szeretnék egy picit beszélni, hogy mi lehet a mi szerepünk, és most más is sapkát fölvéve gyorsan civilnek álcázom magam. Tehát igenis mi lehet a civil szervezeteknek, a társadalmi szervezeteknek a szerepe? A társadalmi kontroll, jelentsen is ez bármit. De azért nem gondolom, hogy az lenne egy civil szervezetnek a feladat, hogy oda láncolja magát különböző, egyébként nagyon veszélyes árut szállító vasúti szerelvények elé, és ezzel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztesse. Én nem gondolom, hogy ez jó megoldás. Szakmai alapon kéne ezt megtenni, mert szükség van ránk, vagy rátok. Igenis szükség van, és az kéne, hogy értelmes és megerősödött civil szféra jöjjön létre, amely szakmai alapon tud nagyon komoly kontrollt kifejteni. De ez csak akkor lehet, hogyha megvan a megfelelő műszaki, tudományos, gazdasági, pénzügyi és egyéb szakmai alap. Egyébként nem megy, és nem érdemes. Többet mondok, veszélyes. Ez nem csak egy lehetőség, ez nagyon komoly felelősség is. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon kevesen ismeritek fel. És nem jó az, amit csináltok. Tisztelet a kivételnek, és van olyan, igen, van olyan, csak esetleg nem hallunk róla. Ez viszont lehet, hogy a mi gondunk. Egyelőre ezt úgy látom, hogy valaki totyogott elől, és valahányan elkezdik követni. A képről levágtam azt, hogy éppen egy szakadékba tartanak. Én optimista szeretek lenni.
Azt olvastam, és picit ez kritika lesz a szervezőknek, hogy mire is jött létre ez a mai rendezvény. Érdekel az, hogy mások mit gondolnak az atomenergiáról. Nem kölcsönös vádaskodássá, személyeskedéssé kívánják alakítani, megpróbáljuk másképpen. Aztán kaptam egy személyes e-mailt, mert megpróbáltuk a Magyar Nukleáris Társaság fiatal szekcióját beprotezsálni, de jöjjenek el és beszélgessenek az emberekkel szakmai alapon, nem lobbizni, szakmai alapon. Hát nem sikerült. A személyeskedő részt ezt nem tettem ide be, mert azt hiszem, hogy a személyes érdekeket sért. Nem tudom. És aztán két friss történet, azért, hogy azt szeretném bizonyítani, hogy szükség van civil kontrollra. Mind a kettő egy-egy hatósághoz kapcsolódik. Azt hiszem, hogy a teremben mindenki hallott arról, hogy az Izotóp Intézet, Kft. Jód termelés közben valamekkora jódot bocsájtott ki a légkörbe, a kéményen keresztül. Előbb-utóbb úgy érezte az egyik hatóság, hogy mindenképpen egy sajtóközleményt ki fog adni. Én a teljes sajtóközleményt időbe raktam, tehát nem egy több oldalasról van szó. Ebben azt írja, hogy a kibocsátás mértéke, azaz az aktivitás koncentráció az valamekkora. A kibocsátás, az aktivitás koncentráció, ez két teljesen külön dolog. Szakmailag valamelyik társadalmi kontrollgyakorló szervezetnek meg kéne próbálni fellépni a kérdésben. Aztán megnevezik ezt a CRI-RAD nevű független nemzetközi sugárzáskutató intézetet. A saját önkritikám, hogy életem nem hallottam róluk, noha ezen a területen dolgozom, de ettől ők még természetesen lehetnek, és próbáltam utána nézni, de nem sikerült. Azt mondják, hogy a lakosságot több mint egy milliszkivettes dózis érhette. Mondtam az elején egy darab számot, a 2,4 milliszivert per évet, tehát ez azt jelenti, hogy szerintük egy év alatt nem egy évnyi dózis, hanem másfél évnyi dózis érhette a lakosságot. Hát most, hogy ez extrém veszélyes vagy nem, ez részletkérdés, de ezt állítják. Aztán úgy gondoltam, hogy az ennyi csak megér, hogy ezt kiszámolom, mondjuk 5 perc alatt. Ugye azt lehet tudni a hírekből, az volt a sajtóközleményben is, hogy 2 hónap alatt körülbelül 300 giga bekerel kibocsátás volt. Kerekítve ez 30 giga bekerel egy hét alatt. Azt is tudjuk, mert publikus adat, hogy pajzsmirigy kezelés során 3-10 gigabekerel aktivitást adnak be pácienseknek. Ugye azért, hogy javuljon az egészségük, nem azért, hogy meggyilkolják őket. Tehát ez az a rossz hír, hogy ennek valamekkora része az távozik a szervezetből. Mondjuk azt, hogy egy harmada az 1 gigabekerel, mondjuk azt, hogy van heti 10 darab kezelés, akkor az 10 gigabekerel per hét, ami távozik Budapesten azokból az egyénekből, akik ilyen kezelést kaptak. A helyzet egyébként sokkal rosszabb, hogyha valaki a kezelést követően elhalálozik, amire azért sajnálatos módon van esély, ettől teljesen függetlenül az alapbetegsége miatt, hogy daganatos, akkor előfordulhat, hogy hamvasztásos temetést rendelnek meg, akkor a benne lévő aktivitás az mind távozik a légkörbe. Akkor már ugye ilyen néhány gigabekerről van szó. Hát, ez tény. Azért itt az látszik, hogy nem annyira extrém az az érték, ami kikerült azon a kéményen, de hát mindegy, ha valami kikerült, az kikerült. Rendben, nézzük meg azt, hogy mekkora ennek a dózis terhelése. A mérések alapján körülbelül 100 mikrobekerel per köbméter aktivitás koncentráció volt. Tudjuk, hogy milyen légzés sebesség, 10-7. Tudjuk ezt a dózis konverziós tényezőt, ami megmondja, hogy egy bekerelnyi aktivitás az hány szívert dózist jelent. Egy gyors számolással 1,5 nanoszívert jött ki. Hát most nyilván nem lenne korrekt részenről feltenni, hogy azt mondjuk meg, hogy ez az éves dózisnak pontosan hanyad része, de én azért ezt kiszámoltam, ez a természetes háttérsugárzásból 1 perc alatt kapott dózis. Tehát azt, ha kiszámoljuk, akkor az jönk, hogy 1 percnyi dózissal kaptak többet. Tehát amennyit én itt most erre a fóliára szántam, és kapott itt a teremben mindenki, ekkora dózist kaptak ott pluszban ezek az emberek. Hát azért ezt ilyen nagyon veszélyesnek tekinteni, szerintem elgondolkodtató. És még egy érték, a minisztérium rendelete alapján, vagy irányelve alapján, hogy mit kell tenni a jóddal izotóppal kezelt páciensek esetében, őket haza lehet engedni, hogyha 500 megabekerel alá csökken bennük az aktivitás.
és ezt pedig ki lehet számolni, hogy ha 20 megabekerel lenne, tehát mondjuk az 1/25-ére csökkenne, akkor az 1 méter távolságból 1 mikroszívert per óra, ugye ez 1000 nanoszívert per órát jelent. Nem árt számokba bonyolódni, noha az volt az én feltett szándékom, hogy nem fogom ezt tenni. De ha valaki nem akar nagyon számolgatni, akkor elég, hogyha picit böngészi az internetet, és meg fogja találni azt, hogy a háttérsugárzás értéke az nem nőtt Magyarországon, és meg fogja találni azt is, hogy milyen jót koncentrációkat mértek. Tehát amikor nemzetközi szakértők szerint veszélyes a csillagvérci sugárzás, akkor én sokkal inkább azt gondolom, hogy a tudatlanság az, ami veszélyes, és ebben mindannyiunknak van szerep, akik itt ülnek a teremben, hogy ez változzon. Nagyon kevés, és már azt hiszem ez az utolsó fóliám, nagyon kevés választja el a jó világot a rossz világtól, a mennyországot a pokoltól, de erre oda kell figyelni, hogy pontosan mit, miért és hogyan csinálunk, mert egyébként könnyen azt hihetjük, hogy mennyországban vagyunk, és közben arra ébredünk, hogy ez már a pokol. Köszönöm szépen a figyelmet!